Az elmúlt 2-3 évben rengeteg változás befolyásolta a benzinárát, és különböző szabályok voltak érvényesek a kutakon. A koronavírus első hullámának idején, 2020 áprilisában például történelmi csökkenést tapasztalhattak az autósok. Akkor a benzin literenkénti átlagára 290 forint volt. Ilyen olcsó 2010 április óta nem volt az üzemanyag. Aztán volt időszak, hogy napi tankolási limitet vezettek be a benzinkutakon. Hosszú hónapokon keresztül 480 forinton rögzítette a magyar kormány a benzin és a gázolaj árát. De volt olyan szabály is, amikor a magánszemélyek más árakon tankolhattak, mint a céges kocsit vezetők. Azt tavaly július óta lehet tudni, hogy az uniós előírásokhoz igazodva 2024. január 1-től a jövedéki adó miatt jelentős áremelkedésre kell számítani. Az unió szabályozás szerint a benzin és a gázolaj literenkénti ára a tavalyihoz képest bruttó 41 forinttal emelkedik. A MOL azonban úgy döntött, hogy január 15-ig a drágulásnak a felét kell megfizetni. A bruttó 41 forintos emelés pedig két részletben jelenik majd meg az üzemanyagárakban. A legtöbb autós azonban úgy nyilatkozott, a járműveket az áremelkedés ellenére sem fogják letenni. Nagyon nem örülök neki ennek az emelésnek. Egyrészt megvisel, gondolom, mindenkit. Az én szemszögemből nekem folytatnom kell a munkát, úgyhogy ez nem fog befolyásolni. Nem jó, de nem tudok mit csinálni. Tehát most nem mondom, egyedül vagyok, mert nagyon sokan vagyunk, akik nem értünk fel egyet. De ha valaki tovább akar, tehát magyarán mondva a tevékenységet folytatni, akkor annak muszáj tankolni és menni. Már volt sokkal drágább is az üzemanyag szerintem, mint amennyi lesz most. Arra az igazság, már mindenhova autóval megyünk, a szomszédhoz is, ez biztos, hogy meg fog változni. 100%-ig vagyok benne. A fogyasztók érdekeit figyelembe véve két részletben érvényesítik a kötelező jövedéki adó emelést, az első emelésre január 1-én, a másodikra pedig nagyjából január 15-én lehet számítani. Erről a MOL magyarországi kiskereskedelmi igazgatója beszélt december végén. A holtankoljak.hu adatai szerint a szerdai átlagárak így alakultak a kutakon. Egy liter 95-ös benzint 561 forintért lehetett tankolni, a legdrágább helyen pedig 649 forintért. Ahogy az oldalon is írják, lakossági szempontból jól indul az év az üzemanyagárakat tekintve. Péntektől a gázolaj nagykereskedelmi ára bruttó 10 forinttal csökken, a benzin beszerzési ára a héten nem változik.